Az alföldi állattenyésztési és mezőgazda napok magas színvonala. A szakma képviselőit az ország minden tájáról és határainkon túlról is hódmezővásárhelyre vonza évről évre. Emellett pedig a kiállításra számos olyan látogató érkezik, aki nem mezőgazdaságból él. A szülők ugyanis szívesen kijönnek a gyerekekkel nézelődni. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke Győrfi Balázs szerint ez meghatározó az utánpótlás szempontjából. Szakmailag megalapozott rendezvényről van szó, ami most már lassan 3 évtizede képes az ágazat egészét megmozgatni, ez önmagában már megsüvegelendő, és valóban egyre színvonalasabbak a kiállítások, valóban a tenyésztőszervezetek, a tenyésztők határokon túlról is szívesen látogatnak ide, és hát értelemszerűen ez egy attrakció a nem mezőgazdaságból élőknek is egy olyan lehetőség, hogy találkozzanak egészen kivételes adottságokkal rendelkező állatokkal, és szívesen hozzák ki a gyerekeket, amikre szükség is van, hisz az ágazat szempontjából meghatározó az, hogy kik lesznek a következők, akik átveszik a stafétabotot. A gyerekekben tudunk-e valami fajta vágyat kelteni ezen szakma iránt, hisz szükség van rájuk, óriási szükség van rájuk, és most egy olyan világot élünk, amikor a technológiai fejlődés az szinte nap mint nap új kihívások elé állít bennünket. Itt pedig a fiatal generációkra különösen szükség van, hisz az elmúlt év ezredekben elmondhatjuk, az volt a normális, hogy apák tanították a fiaikat erre-arra, és most azt látjuk, hogy itt a technológiai fejlődés után most azt látjuk, hogy a gyerekek magyarázzák a szülőknek, hogy az egyes eszközök hogyan működnek, így ezt a különösen nagy fontossággal bír, hogy ők megjelenjenek ebben az ágazatban. Győrfi Balázs a kiállítás megnyitóján nem csak a szakma szépségeiről, hanem a nehézségekről is beszélt. Kiemelte, hogy az ágazat komoly kihívásokkal küzd, amit a Green Deal még tovább nehezít. Azt látni kell, hogy a társadalom egyre kisebb szegmense érti a mezőgazdasági termelésnek a logikáját. Ezt nem akarom minősíteni, hogy jó vagy rossz, ez egyszerűen egy tény megállapítás. Ebből viszont egyenesen következik az, hogy különösen a városias életformában élők nagyon kevés impulzussal találkoznak, ami a mezőgazdasági termelést, de rosszabbat mondok, a teremtett világ működési logikáját hozza közelebb hozzájuk. Őket nagyon könnyű megtéveszteni hangzatos szólamokkal, és itt a politikának a felelőssége azért könnyen tetten érhető. Nem szabad őket butaságokra biztatni, és féligazságokra alapozva olyan programok mögé beállítani, aminek csak az első sora hangzatos, a tartalma viszont már teljesen kontraproduktív, és a Green Deal az ilyen. Ennek a stratégiának, amit a bizottság tett le az asztalra, és itt az ő felelősségüket szeretném egyértelművé tenni, az egész egyszerűen az európai vidék számára egy tragédiával ér fel, az élelmiszerárak emelkedésével és egyébként a környezeti értékeinknek a globális szinten mérhető rombolásával. Tehát teljesen ellentétes irányú hatást vált ki, miközben tönkreteszi az európai vidéket, ezen belül pedig a magyar mezőgazdaságot is.